Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár, és ma három dologról ejtünk szót. Egyrészt az idén is lesz lányok napja, másrészt robbantunk hidrogént. Harmadrészt pedig elmesélem az életem utóbbi néhány hetének történetét, mert lehet, hogy elég tanúságos lesz. Szóval, aki követ Twitteren vagy Instagramon, az tudja, hogy azért maradt el legutóbb az élőzés a Memo rendezvényéről, aminek az volt a címe, hogy hogyan lesz a tudományból üzlet, egy rendkívül érdekes és izgalmas kérdéseket feszegető előadás volt. Szóval azért maradt el az élőzés, mert időt akartam spórolni. Egész délután készítgettem elő azokat a konzervanyagokat, amiket majd az élő adásba be fogok tudni játszani szuperprofin, viszont gondoltam, hogy nem SD kártyával fogok itt szórakozni az asztali gépem meg a tabletem között, hogy átvigyem a cuccokat és elvihessem magammal, hanem kihúzom azt a Winchestert a gépből, amit arra használok, hogy rajta legyenek a mindenféle videók, és majd azt dugom át a tabletbe. A helyzet viszont az, hogy ezt nem arra építettem be, hogy az könnyen mozgatható legyen, úgyhogy amikor kihúztam a kábelt, akkor az puff, leesett a földre, és ripityára ment. Na jó, nem ment ripityára, de azóta, hogy bedugom a gépbe, nem történik vele semmi, tehát az adataim elúsztak. Ez pedig nem csak emiatt volt rendkívül ciki helyzet, hanem azért is, mert az összes videó nyersanyagot azon tároltam, úgyhogy van még tavaly őszről megvágatlan anyag, amikor egy budapesti rejtett kráterbe mentünk el, egy barátom segítségével drónfelvételeket is készítettünk, illetve meséltem egy kicsit a geológiájáról. Hát azt azért eléggé elhúztam, úgyhogy október óta nem vágtam meg. De készítettem videókat egyébként kinn az új birtokon, szerettem volna megmutatni azt, hogy hogyan változik, hogyan alakul a helyzet, és közben mindenféle növénytani, talajtani érdekességeket is próbáltam bele. Fűzni, gondoltam, ha majd összejön elegendő anyag, akkor azt összefűzöm egy videóvá, és milyen fantasztikus teljes egészet tudok nektek nyújtani. Ja igen, és volt rajta még egy interjú, amit Csapó Andrissal csináltam, ő az a srác, akivel korábban egy podcast adásban már beszélgettem, ő volt az, aki Indonéziába költözött el, ott csinált dokumentumfilmet, és teljesen belemerült a bali életbe. Úgyhogy ő mutatta meg videón azt, hogy hogyan készül egy szuper ősi tetoválás, amit egy civilizációtól elzárt törzs tagjai készítettek rá. Én biztos, hogy nem vállaltam volna be. Minden esetre ez a videó is vágatlan maradt, úgyhogy Csapó Andris már most mondom, hogy készülj arra, hogy ezt meg fogjuk valamikor ismételni. Egyébként kövessétek a Navigátor csatornán, biztos, hogy ott szó esik erről is egyébként, egyéb érdekességek mellett. Ezek után többen kérdezték, hogy miért nem használok NAS-t, vagy NAS-t, vagy nem tudom, hogy mondják magyarul. Hát megvan az oka, igaz, a következmények is, úgyhogy most erősen gondolkodom, hogy vegyek egyet. De ezzel még nem ért véget a történet, ugyanis egy héttel később Barta Árpád egy fiatal, nagyon lelkes orvos volt a vendégem a podcastben, és csinált nekem egy kvízt anatómiából. Ő egyébként a Sotén orvosokat oktat anatómiára, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy szuper jó ember lesz erre a területre. A kvíz nagyon jó volt, tök jó gondolkodtató volt, és a kérdések mentén el tudtunk kezdeni beszélgetni mindenféle anatómiai dolgokról. A gondot az jelentette, hogy a görbebögrében, ahol felszoktuk venni az adásokat, pont az adás háromnegyede környékén áramszünet lett, ami nem lett volna gond, mert hogy a tabletemnek van aksia, viszont a külső hangkártyám az leállt, és ettől úgy megzavarodott a felvevő program, hogy lefagyott, aztán elúszott minden róla. De legalább megteremtettük az utólagosan narrált kvíznek a műfaját, hát nem olyan izgalmas, mint amikor látja az ember, hogy hogyan küzd a játékos az életéért, viszont tök jó adás lett, úgyhogy azt hallgassátok meg mindenképpen. És azt gondolnátok, hogy ezzel már vége van a történetnek? Nem, ugyanis egy héttel később egy másik podcast felvételnél ütött be a krach, akkor viszont a tabletem szállt el teljesen. Ez több okból volt roppant kellemetlen. Egyrészt két vendégem volt, akivel össze kellett egyeztetni egy megfelelő időpontot interjúra. Az egyikük Kovács Melinda Ágnes, aki fejlődés lélektani kutató, nagyon-nagyon neves nemzetközi szaklapokban publikálnak mindenféle cikkeket, nagyon magas az idézettsége, szuper jó dolgokat csinálnak, egyébként a CEU Baba laborjában dolgozik. A másik vendég pedig Plé Csaba akadémikus volt, nyelvész, pszichológus, egy hihetetlenül nagy koponya, úgyhogy nagyon örültem, hogy két ilyen emberrel beszélgethetek egy adásban. És elbírjátok képzelni, hogy mennyire ciki volt, amikor az 53. percnél azt látom, hogy a tabletem képernyője egyszer csak így teljesen elsötétedik. Próbáltam nyomogatni, megőrizni a nyugalmamat, hiszen mégiscsak két vendég ül velem szemben,
tetézte a helyzetet az, hogy két pszichológus ül velem szemben, úgyhogy duplán izzadtam magamban. Sőt, Plé Csaba meg is jegyezte egy ponton, hogy lehet, hogy kiderül, hogy ez valami pszichológiai kísérlet része. Hát nem az volt, viszont iszonyatosan jó fejek voltak, mert egy nappal később újra eljöttek, és felvettünk egy másik fantasztikus beszélgetést, ami egyébként a CEU Határtalan Tudás rendezvényéhez kapcsolódik. Szuper jó téma, úgyhogy tudom ajánlani mindenkinek. És hogy miért vetettem fel ezt az egészet, mi ebből a tanulság? Hát az, hogy néha át kell gondolni azt, hogy jól csináljuk-e a dolgokat, nem lenne egy jobb, hatékonyabb módja annak, ahogy hozzáállunk azokhoz a folyamatokhoz, amit egyébként rutinszerűen űzünk nap mint nap. És amikor erről az interjúról hazajöttem lógó orral, akkor átgondoltam részletesen, hogy mi az, amit csinálok, hogyan csinálom, és hogy hol mindenhol mehetnek félre a dolgok. Egyébként látszik, ezt a kábeldzsumbújt meg kell majd szüntetnem előbb-utóbb, mert hibaforrás lehet. De nem csak erre gondolok, hanem átgondoltam, hogy hogyan rögzítem a podcast adásokat, lehetne jobban, kevesebb hiba lehet. És igen, lehet. Úgyhogy bementem a hangszerplázába, mert hogy sürgősen kellett volna egy új felvevő, illetve interfész. Ez nem szponzorált anyag, de nagyon-nagyon hálás vagyok annak a srácnak, aki ott rögtön segített, és együtt át tudtuk beszélni a dolgokat. Úgyhogy vettem egy új felvevőt, összehangoltam a rendszert, egész este gyakoroltam, másnap pedig kifogástalanul működött az egész, és innentől kezdve ezt fogom használni. Van még mit tanulnom vele, de sokkal nagyobb szabadságot ad, és remélhetőleg ezt a podcasteken is észre fogjátok venni, hogy változatosabb helyekről tudunk bejelentkezni, és a hangminőség nemhogy romlik, még talán nőni is fog, a hiba lehetőségek száma pedig csökken. Ja, egyébként külön köszönet a Patreon támogatóknak, mert ha nem donálnátok rendszeresen havonta összegeket arra, hogy fent tudjam tartani a podcastet, akkor egy ilyen krachnál hát leállna a podcast hónapokra. Így meg csak néha-néha van egy-egy kihagyás, de azért törekszem a heti rendszerességre. Na de most vágjunk bele a hidrogén robbantásba, mert hogy néhány évvel ezelőtt még Portugáliában felraktam egy kísérletet ide a szertárra, amiben annyi történt, hogy meggyújtottam egy kólás doboznak az alját, az egy kis lánggal égni kezdett, majd pedig... Akkor semmilyen magyarázatot nem fűztem az egészhez, hiszen azt ígértem, hogy majd egy részletes videó készül róla, és itt szeretném megjegyezni, hogyha egy férfi megígér valamit, akkor azt meg is csinálja, teljesen fölösleges néhány havonta újra meg újra emlékeztetni erre. Szóval nézzük, hogy mi az, ami itt történt. Jó, a videó címében is ott volt, hogy durranó gázt készítettem, ami ugye hidrogénnek és oxigénnek a megfelelő arányú elegye, de itt azért felvetődik bennem egy kis etikai aggály, hogy mennyire érdemes megmutatni azt, hogy hogyan lehet otthon hidrogént csinálni, mert ha csak simán vizet kezdenék el bontani, hát jó sokáig kellene várnom, úgyhogy ez nem a leghatékonyabb módja. Ugyanakkor kémiai reakciók során hidrogént előállítani, hát nem a világ legbiztonságosabb dolga, azt szeretném hozzátenni. Olyannyira nem, hogy 1960-ban megjelent egy könyv Amerikában, a The Golden Book of Chemistry Experiments, azt hiszem ez volt a címe, amit állítólag vagy betiltottak azért, mert nagyon-nagyon veszélyes volt, vagy pedig azért vonták ki szépen fokozatosan a forgalomból, mert olyan vegyszereket is javasolt otthoni felhasználásra a kísérletező diákoknak, amik nagyon nehezen érhetők el földi halandóknak, úgyhogy bármelyik verzió is igaz legyen, azért benne van egy kis olyan érzet, hogy nem biztos, hogy célszerű mindig kémiai kísérleteket végezni otthon, bármennyire is izgalmasak. Szóval nagyon sokat vaciláltam azon, hogy megmutassam-e azt a módszert, amit gyakran szoktam használni, tekintve, hogy ez konkrétan, ahol csak lehet, már félrement nekem. Balesetem nem volt belőle, de ennek ellenére nagyon-nagyon közel már voltam hozzá. És most egy kis disclaimer következik, hogyha nem akarod végigvárni, akkor tekerj előre, de én előre szóltam, hogy a biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani. Szóval exoterm reakcióról lesz szó, nagyon-nagyon felforrósodhat az egész, ennek következtében volt már olyan, hogy nem tudtam levenni a hidrogén gyűjtésére használt lufit, mert hogy annyira forró volt az egész, hogy szinte szétolvadt az anyaga. Előfordult az, hogy az üveg pattant szét, volt olyan is, hogy annyira forró volt az üveg, hogy nem tudtam megfogni, és még jó, hogy vannak B-tervek ilyenkor mindig, hogy mit hova lehet rakni, hogyha valami nagyon-nagyon félrement, úgyhogy B-tervetek mindig legyen. Meg még volt egy csomó hasonló dolog, úgyhogy ezt nagyon nem javaslom, hogy megcsináljátok. Suliban lehet hidrogént fejleszteni, az iskoláknak általában van egy kipkészüléke, amiben cinkből és sósavból azt hiszem csinálják a hidrogént. Én más módszerhez folyamodtam, ezt most megmutatom nektek,
és azért csinálom, hogy nektek ne kelljen. Egy kólás doboz aljára csinálok egy pici furatot, majd pedig egy kellően erős palackot veszek elő, meg persze védőkesztyűt. A palackba sima csapvizet töltök, eddig az égvilágon semmi veszélyes nincsen benne, hanem az most következik. Nátriumhidroxidot fogok a vízbe rakni, ez lényegében lefolyó tisztító granulátum. A nátriumhidroxid hatására jól felmegy a pH, aminek kulcs szerepe van a későbbiekben, azért nem árt felrázni a palackot, hogy fel is oldódjon. Ezután jön a másik komponens, az alufólia, vagyis alumíniumot használok ahhoz, hogy hidrogént állítsak elő. Pár perc után aztán meg is jelennek az alumínium és a víz reakciója során előtörő apró hidrogénbuborékok a felszínen. Ugyanez közel semleges közegben azért nem lenne ennyire vehemens. Miután vártam egy kicsit, hogy elég hidrogén képződjön, a kólás dobozt a palack szájára illesztem, és várok, hogy lehetőleg minél kevesebb oxigén maradjon bent. Aztán lefogom a furatot, és pár percig még mindig ott tartom, hogy a doboz hidrogénnel teljen meg. A furatot mindvégig befogva egy kis állványra rakom a dobozt, és az ujjamat elvéve gyorsan begyújtom a kiszökőgázt. Ez ennél a kameraállásnál nem látszik, de ugyanúgy kis lánggal egyenletesen ég, mint az, amit még Lisszabonban csináltam. Ahogy fogy a dobozból a hidrogén, alulról oxigén tolul be. Hú, ez milyen jó szó. Szóval betolul az oxigén, és amikor kialakul a durranógáz, el egy robbanni fog. 3, 2, 1... Vagyis még nem. Figyeljétek ezt a hangot. Nem ismerős valahonnan? Vagy 10 éve csináltam egy demo videót pont erről. Sugárhajtómű házilag volt a címe. A link a leírásban. Ez volt a robbantós rész, remélem tetszett, és ti is megcsináljátok otthon. Nem csináljátok meg otthon. Tanári felügyelettel, suliban, megfelelő biztonsági óvintézkedések mellett meg lehet csinálni. Egyébként, hogy mennyi ideig tart megcsinálni egy kísérletet, ez a pofon egyszerű kis dolog. Hát szerintem 1,5-2 órán keresztül tartott, amíg ezt a rövidke jelenetet felvettem. Mert hogy nem jön össze elsőre általában, a végén nagyon bedühödtem, amikor többször elpazaroltam a hidrogént, és akkor lufiba gyújtottam össze, és azt nyomtam be a kólás palack aljába. Az egy fokkal hatékonyabb, megvan viszont a hátránya. Na mindegy, hagyjuk ezt az egészet, és térjünk át egy másik témára, ami még hátra van, a lányok napjára. Mint már nagyon-nagyon sok éve, az idén is lesz lányok napja, ami egy pályaorientációs nyílt nap, nem találnátok ki lányoknak. Április 30-án lesz az idén, és most már nem csak középiskolások jelentkezhetnek, hanem akár általános iskola felső tagozatosok is. Ennek megfelelően most már nem csak egyetemek, kutatóintézetek, műszaki és informatikai cégek nyitják meg a kapuikat a lányok előtt, hogy menjenek és tanuljanak egy kicsit ezekről a szakmákról, hanem középiskolások is részt vesznek, főleg műszaki és informatikai területen. Mivel április 30-án lesz, ez azt jelenti, hogy már nem sok idő marad hátra, hogy jelentkezzetek, viszont érdemes, mert nem csak, hogy izgalmas területeket ismerhettek meg, de igazolást is kaptok suliból, mert hogy az ilyen pályaorientációs napok, azok igazolást érdemelnek, úgyhogy nem azt mondom, hogy lógjatok emiatt, de ha már lógni akartok, akkor azt legalább hasznosan tegyétek. Előre láttam persze az idei kommenteket is, hogy és fiúk napja mikor lesz, meg hogy miért csak az ilyen jól menő szakmákat hirdetik a lányoknak, hát egyrészt nem csak a lányoknak hirdetik ezeket, hanem úgy általában mindenkinek is, viszont a lányok némi hátránnyal indulnak, ami teljesen igazságtalan ezen a területen, mert hogy miért ne tudnának programozni, vagy éppen fizikai, műszaki területen kutatni, tervezni, stb. Természetesen arról sincsen szó, hogy a lányok majd kiszorítják a munkaerőpiacról a fiúkat, mert hogy csak informatikai területeken több 10 000 betöltetlen állás van. És fiúból sincs elég, aki betölti ezeket, úgyhogy a lányoknak is bőven jut hely, és szerintem tök jó, hogyha egy cégnél együtt dolgoznak férfiak és nők is,
tök jó csapatot tudnak alkotni. Úgyhogy hajrá lányok, menjetek, jelentkezzetek, a linket természetesen megtaláljátok a videó alatt, mint ahogy megtaláljátok a feliratkozás gombot is, meg a lájkot is, amit nyomhattok erre a videóra, hogyha tetszett. Ha várjátok a következőt, akkor iratkozzatok fel, de ezt már mondtam. Sziasztok!